Én egy kicsit gyakorlatilasabb oldalról próbálom megközelíteni a dolgot, inkább úgy mondom, kicsit máshonnét. Ugye András jött a fejlesztői oldalról, ami általában nagyon érdekes és izgalmas, de egy kicsit unalmasabb leszek a változatosság kedvéért, mert én a felhasználó oldalt fogom most képviselni, amit általában a fejlesztők elhanyagolnak. Bár mindig megkapom, hogy jelentsük be a hibákat, csak hát ha nem javítják ki, akkor ugye minek. A LibreOffice-t elég rendszeresen használom folyóiratok és könyvek szerkesztésére és tördelésére. Nagyon jól használható, nagyon jól hasznosítható ehhez a programcsomag. Vannak hozzá betűk, vannak hozzá eszközök, technikák, és természetesen hibákba is belefut az ember akarva, akaratlanul. Ezekről is szó lesz majd, de egy kicsit előtte, ugye. Ja, ez is miért készítünk online kiadványt? Hát általában, mert van mondani való. Ugye egy bölcsésznek nem kell mondani, a fekete kockától az ajtófélfáig mindenről van legalább egy doktori disszertációnk, de ha nincs, akkor majd lesz. Ezen kívül azért is készítünk ugye kiadványokat online elsősorban, mert nyomdára viszont nincs pénzünk, tehát muszáj valahogy terjeszteni a szöveget. Nyilván könnyebb így terjeszteni, vélhetően többen is elolvassák, talán kicsit több hivatkozásunk is lesz rá, és ha még szerencsénk van, akkor ezt be tudjuk egy ilyen támogató projektbe rakni, és akkor talán egy kis pénzt is kapunk hozzá. Igen. A folyóiratokat általában pedig azért szerkesztünk, mert rendszeresen megjelenik. Nagyon szeretünk benne publikálni, mert sokkal rövidebb, mint egy nagy monográfia, tehát nem kell annyit olvasni. Meg röviden tömören össze lehet benne foglalni minden fő tézist, minden fő problémát, ami minket érdekel, vagy a lelkünket nyomja. Ugye miért kell szabad szoftver? Hát mindenkit azért, mert bölcsészek vagyunk, és ingyen van. Ez lehet, hogy kicsit viccesen hangzik, de nekünk ez elsődleges fontosságú, nem jól keresünk, akármit csinálunk, nem fogunk nagy pénzeket kapni, tehát nekünk számunkra elsődleges fontosságú az, hogy ingyen legyen. Ezen kívül nekem legalábbis fontos, hogy multiplatformos legyen az eszköz. Tehát, hogy András is mondta, hogy lehet használni webben jobbra-balra, úgyhogy nekem is nagyon fontos, hogy lehet használni Windowson és Linuxon is, hiszen nem mindig a munkahelyemen használom a Windowsos gépen. Van úgy, hogy az ember hazamegy, és otthon a Linuxos gépén használja. És nekem fontos, hogy ugyanazt a dokumentumot meg tudjam nyitni, tudjam használni, tudjam kezelni, szerkeszteni, tördelni, vagy amit éppen akarok vele csinálni. Ezen kívül nagyon fontos, hogy funkciógazdag, hiszen az évek fejlődése és az évek múlásával rengeteg fejlesztést beletesztek a fejlesztők, rengeteg új funkció jelenik meg, amelyet olykor-olykor én is kihasználok, nem minden esetben, de vannak olyan funkciók, amelyek nagyban megkönnyítik az életemet, és ilyenkor hajlamos vagyok verziót is váltani. Ugye nincs pénz a jogdíjakat kifizetni, ergo maradnak szóval is a szabad szoftverek, illetve hát, ami nagyon fontos, hogy kompatibilis önmagával és visszafelé is, illetve más-más fájlformátumokkal is. Tehát nem feltétlenül kell nekem otthon azzal vacakolnom, hogy én egy 1000 éves RTF fájlból hogy csinálok megnyitható dokumentumot, egyszerűen csak megnyitom, és utána már nagyjából és egészében tudom is szerkeszteni. Arról is beszél, hogy ehhez is értünk, tehát akkor miért ne ebbe csinálnánk. Azért a kompatibilitás nem mindig jön össze. Ez a legutóbbi esetem, amikor nem sikerült megnyitnom egy fájt, illetve meg sikerült nyitnom, csak ezt kaptam. Ez a legújabb 5.0-ás LibreOffice, de úgy vagyok vele, hogy végül is a fejlesztőket valamennyire ismervén azt gondoltam, hogy semmi gond, úgyis csak tesztelési célra csináljuk, próbáljunk egy másik verziót, hát előbb-utóbb, itt már csináltam egy screenshotot, ez a 5.0.2.2-es, még mindig nem sikerült rávennem, hogy megjelenjen a program, vagy a szöveg. Itt még mindig nem adtam föl. Tovább próbálkoztam egy új verzióval, ez a héttel jött ki, az 5.03-as. Na, ezzel még mindig nem sikerült megnyitnom, de itt még mindig nem adtam fel, tehát nagyon-nagyon türelmes voltam. És végül visszatértem egy korábbi beta 3-ashoz, amiben tökéletesen megjelent az adott dokumentum. Ezért gyakorlatilag célszerű, hogyha az ember többfélét használ. Egyrészt, hogy a Linux és Windows alatt egyaránt fontos, hogy tudjuk használni, több verzió legyen fönt. Nekem általában van fönn egy régi verzió Linuxomon, mert ott nem szívesen piszkálom a rendszert. Windows alatt viszont van többféle portable is, tehát gyakorlatilag 3.6-ig vissza tudok menni, hogyha nagyon régi, nagyon régen szerkesztett dokumentum valamiért nem úgy akar megjelenni, akkor se legyen gond. Itt keresünk hozzá megoldást. Most a megoldások keresése az többféleképpen történik, ugye, hát hogy így, hogy úgy, dokumentáció olvasása, dokumentáció keresése, ugye fórumok olvasgatása, amikor az ember elkezdi nézegetni, hogy hol, mi van. Ugye, azért gyűjtöttem össze, hogy lehessen látni, hogy rengeteg dokumentáció érhető el hozzá. Tehát ma, hogyha valakinek valami gondja van LibreOffice-ba,
ezelőtt mondjuk 8 évvel tényleg fórumokat kellett volna végböngésznie, reggeltől estig olvasnia, ma már azért elég sok kiadvány van, ami elérhető, elég sok kiadványból lehet tájékozódni, és az esetek többségében azt gondolom megoldást is nyújt. Nyilván én is tapasztaltam és futottam rá olyan problémának, amit nem tudtam megoldani, de ilyenkor sem kell kétségbe esni, van megoldás. Élő support, vagy egy földi zalai rokont említsünk, idézőjelben a rokont, Németh Lackó, aki időnként némi úszolásra, telefonálásra, e-mailes zaklatásra, ami már-már jogi kategóriákat is kimerít, tulajdonképpen hajlandó arra, hogy segítsen, és tulajdonképpen egy negyedórás, félórás gondolkodással megoldja azt a problémát, amit mondjuk én két hete próbálok megoldani. Időnként az embernek muszáj kilépni a kis köréből, és muszáj e-maillel zargatni a többieket. Fejlesztőket ritkán lehet zargatni ilyesmivel, mert általában ők fejlesztik a programot, és ők nem használják. Tehát őnek egy kicsit más a hozzáállásuk. De azt gondolom, hogy ezt jól mondom, tehát köszönöm szépen a megerősítést. Köszönjük? Hát ő használja is. Nem csak arra, hogy éppen hibát javítson, hanem ugye arra is, hogy szöveget szerkesszen benne. Nagyon jó, hogy a LibreOffice tele van automatizmus, ami megkönnyíti a munkát. Ilyen például a szövegstílusok használata, a bekezdéstílusok használata, ami nyilván elsősorban az íráskor könnyíti meg az ember munkáját. A ligatúrák automatikus használata bekapcsolása, ez például az 5.0-as verzióban mutatkozott be, hogy egyes komolyabb betűtípusoknál, majd azról lesz szó még kicsit később, gyakorlatilag automatikusan bekapcsolódnak a ligatúrák, nem kell külön szenvedni, külön mindenféle ilyen megoldásokat keresgélni, mert egyszer az ember elkezdi írni a szöveget, vagy csak befolyatja a szöveget, bevágja, beilleszti a szöveget, akkor egyszerűen bekapcsolja, és nem kell vele törődni. Ez nagyon fontos, mert gyakorlatilag a szöveget szebbé, egységesebbé, összetett, áttekinthetőbbé, egyszerűbbé teszi. Arról nem is beszélve, hogy a helyesírási ajánlások is egyre jobban támogatódnak a LibreOffice-ban, szintén Németh Lacinak a munkája eredményeképpen, de erről majd ő fog részletesen beszélni róla. Az elválasztások nagyon-nagyon kritikus pontok a könyveknél. Ha valaki csinált már könyvet, vagy csinált már folyamatot, az pontosan tudja, az elválasztás ez egy kényes pont. Ugye vannak ezek a kettőzött mással hangzó, ez a GG, Y, ugye a G, akkor azt hogy választjuk el, nem választja el, bele kell nyúlni kézzel. Ezek apró finomságok, amelyek alapvetően fel sem tűnnek, csak amikor az ember a végén a kezébe veszi a kiadványt. És akkor borzasztó ideges, amikor látja, hogy egy G elmaradt, és átcsúszott, nem ott van, nem úgy néz ki. Az, hogy a LibreOffice-ban eléggé fejlett a magyar elválasztás, és az, hogy ezt abszolút ki lehet így használni, gyakorlatilag tömörebbé tudja tenni a szöveget, szebbé, áttekinthetőbbé tudja ezáltal tenni a szöveget, és ami fontos, hogy pontosabbá tudja tenni a szöveget. Tehát nem fut bele az ember mondjuk olyan hibákba, hogyha ügyes és előre definiálja, mondjuk a szarvast elválasztja a szarvas összetételnél, ami nyilván jó viccesen mutat, de nem feltétlenül egy olyan kiadványban, amit mondjuk valakinek a tiszteletére, vagy valamilyen ünnepség kapcsán készít. Könyv és folyóirat. Mi a különbség a kettő között? Ha könyvet vesszük alapul, hogy a könyvből általában vagy monográfiát, vagy szerkesztett kötetet kell készíteni. A monográfia ez egy nagyon egyszerű műfaj, tördelési szempontból. Tulajdonképpen az egész szöveg egységes, címsorokat egyszerűen lehet használni, 3, maximum 5-ig szoktak elmenni a szerzők, viszonylag könnyen kezelhető, a tartalomjegyzék a végén nagyon könnyen generálható, a lábjegyzetek folyamatos számozásúak, tehát elkezdjük az első, a bevezetésnél az egyesnél, ugye mert aki történeti munkákat ír, az általában ír lábjegyzetet is, oldalanként 2-3-at, annélkül is lehet én, de nem szeretünk, úgyhogy van, aki többet ír, én lábjegyzetelős vagyok inkább. Tehát folyamatos lábjegyzetelés van, nagyon egyszerű kezelni, de láttam olyan könyvet, ahol például fejezetenként újra kezdődött. Na ez már a LibreOffice-ban már nem olyan egyszerű. Tehát ezt már olyan egyszerű megcsinálni, ezért a monografikus könyveket jobban szeretjük tördelni. Ezen kívül ugye a sablonok szempontjából sem mindegy, hogy egy vagy több hasábos a kötet. Nyilván a kötetek általában egységesen egy vagy két vagy több hasábosak. Most a brosúrákról és egyebekről nem állítok szót, mert az inkább szkribussal oldható meg szerintem. De az, hogy egy monográfiát betördeljen, vagy akár egy doktori disszertációt betördeljen az ember, az tökéletesen alkalmas. Egyszerű, kényelmes, gyors, és tényleg egy ilyen szép hétvégét el lehet vele tölteni, és az ember a végén hátradől, és gyönyörködik a végtermékben, a produktumban.
A szerkesztett kötet, na az már neccesebb. Itt kezdődnek a problémák. Eleve már bonyolultabb a címsorozás is, hiszen mindenki szeretné, hogyha nagyobb egységekre taglódnak könyv, ugye főleg, hogyha mondjuk többféle tudományákból verődnek össze az emberek, akár a kriminalisztika, akár a neveléstörténet, akár a gyógypedagógia, ez most éppen egy gyógypedagógiai kötet, illetve a fogyatékosságtudományi kötet, amit kivetítek, hogy ezeket különböző nagyobb szakaszokra kell bontani. Na, az már egy címsorkezelés szempontjából már új, akkor már ott kell kezdődni a címsoroknak, annak külön oldalnak kell lenni, ezzel már el kell kezdeni bíbelődni. A lábjegyzetek már, ha vannak, azok általában szakaszonként, illetve szerzőnként újra kezdődnek, és a legtöbb program, így a LibreOffice is, és a Microsoft Office is, ezeket úgy tudja kezelni, illetve úgy tudja használni, hogy a legfeljebb címsor 1-től kezdi újra a számozást. A címsor 2-nél nem lehet egy ilyen funkciót beállítani, hogy címsor 2-nél kezdje újra a számozást, vagy címsor 3-nál. Ilyenkor szakaszokra kell bontani a szöveget, de ha szakaszokra bontod a szöveget, akkor már bonyolódik az egész és törik az egész, és erről is majd még egy kicsit később lesz szó. A folyamatok azok, amelyek az igazi kihívást jelentik, azt gondolom, egy tördelés esetében, hogyha LibreOffice-t használunk hozzá, mert túl azon, hogy rengeteg szerző, rengetegféle lelke gondját kell egyszerre megvalósítani, ott a kinézetnél nem árt, hogyha van egy radikális különbség a különböző típusú szövegek között. Ha valaki tanulmányt írt, azt általában folyószövegbe kell tördelni, ugye szépen egységesen mennek a sorok, a végén irodalomjegyzék van. A recenzió, amit tudom, hogy általában a természettudományoknál annyira nem becsülnek, sőt a DOI-t sem nagyon szokták rá megadni, de a bölcsészeti területen ez rendkívül fontos. Két okból is. Egyrésztről, mert ez adja meg egy adott szövegnek az elismertségét, respektjét, illetve hát ezek a viták, ezek általában már-már tanulmányokba hajló viták szoktak lenni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egyszerűen csak egy véleményt írok egy műről, hanem sokszor sokkal mélyebb szövegek vannak. Na most, amikor az ember recenziót készít, azt szeretné, hogyha folyamatban jobban elkülönülne a többi szövegtől, tehát kinézetre is máshogy néznek ki, ilyenkor két hasábosra szeretjük tördelni. De mi, hogyha két hasábosra tördeljük a LibreOffice-ban a szöveget? Hát itt is bonyolódik a dolog, a képek már elcsúsznak, és a lábjegyzetek már elkezdik megtörni az egészet, mert nem képes egyszerűen kezelni úgy a lábjegyzeteket és a hasábokat, ahogy a Microsoft Office. Ennek ennél még mindig jobb használni. Ezen kívül a különböző képek és diagramok kezelése szintén problematikus, bár az utóbbi időben ebben rengeteget fejlődött a LibreOffice, úgyhogy ezt azt gondolom nagyon nem kell kiemelni. Akkor nézzük a problémákat, a hasábokat. Ugye, hogyha hasábosra szedünk egy szöveget, azt a LibreOffice-ban a legegyszerűbben úgy lehet megoldani, hogyha egy adott dokumentumon belül vagyunk, hogy van a folyószöveg, kijelölünk egy bekezdést, azt elnevezzük valamilyen szakasztak, és beállítjuk, hogy két hasábos legyen. Ez eddig tiszta sor, az embernek van egy szövege, középen egy két hasábos szöveg, és folytatódik tovább a szöveg. A probléma akkor jön, amikor ebbe a két hasábos szövegbe beleteszek egy lábjegyzetet. Mert hát legyünk őszinték, a szerzők már csak ilyenek, időnként írnak lábjegyzetet, és azzal nekünk meg kell birkózni. Ekkor mi történik? Gyakorlatilag a lábjegyzet szintén két hasábossá lesz, még nem jelöltük ki, nem adtuk meg neki, hogy két hasábos legyen, és az egész dokumentumot, amit addig készítettünk, ez még egy 200 oldalas szövegnek a végén, igen kellemes, egyszer csak két hasábba töri az egészet. Címsorostól, tartalomjegyzékestől, mindenestől. Innétől fogva az egészet kezdheti újra az illető, illetve el kell kezdeni átalakítani a szöveget, ami azt jelenti, hogy nekem olyasmivel kell foglalkozni, mert normál esetben nem, vagyis azzal, hogy egy szöveget hogy lehetne úgy átalakítani, átírni, a lábjegyzetet máshová tenni, vagy egy olyan szöveget betenni ide, ami nem tartalmaz lábjegyzetet. Ugye ilyenkor van az, hogy Németh László, gondolkodunk, nem megy, mehet, van egy megoldás, van egy script, kipróbálom, új verzióval működik, régi verzióval nem működik, de az új verzióval nem úgy működik, a régi meg már nem alkalmas, vagy még nem alkalmas, hogy ez nagyon problematikus. Nem tudom, hogy mennyi programozás feladatot igényel ennek a megoldása, de elég idegesítő tud lenni, amikor az embernek egy 200 oldalas szövege egyszer csak két hasábba szakad szét. De gyakorlatilag a 150-200 oldalas dokumentum egyszer csak 400 oldalas dokumentum lesz még hozzávetőleg. A másik probléma a lábjegyzeteléssel van. Amikor szakaszra bontunk egy dokumentumot, gyakorlatilag előfordul, hogy bele kell tennünk egy lábjegyzetet, és akkor nem is teszünk két hasábossá fejtetlenül a szöveget, csak egyszerűen arról van szó, hogy nyilván amikor készít valaki egy folyóiratcikket, akkor nyilván tesz bele néhány lábjegyzetet, ugyanúgy folyószövegben, ugyanúgy szépen folyik az anyag, jön a lelke gondja, írja a hivatkozásokat, készíti a különböző lábjegyzeteket,
és a végén ezt össze kell gyűjteni, ugye egy darab lábjegyet, ugye ezeket össze kell gyűjteni, és ezt sorba kell tenni. Nyilván, amikor az ember a címsor egyel kezd mindegyik szöveget, akkor nincs gond, amikor címsor öttel kezdődik mondjuk egy adott tanulmánynak a szerzője és a címe, akkor gyakorlatilag olyan, mint a folyamatos lenne a lábjegyzetelés. Ugye kialakítjuk, illetve kivágjuk a szakaszt, beállítjuk, elnevezzük. Ebben a pillanatban be kell állítanunk azt, hogy a lábjegyzetek és végjegyzetek ugye újra kezdődjenek. Azért kell újra kezdődni, mert nyilvánvaló, mondjuk a Német András, amikor egyessel kezd egy szöveget lábjegyzetelve, akkor mondjuk a Német László vagy a Tímár András az nem 15-tel, 42-tel és 28-al fogja folytatni, úgyhogy ő is egyesével kezdi a lábjegyzetelést. Most ebben az esetben, hogyha beállítom azt, hogy a számozás újrakezdése, ami nem egy túl nagy probléma, ugye, akkor a szövegnek, akkor a szakasztak az alján kezdi el a lábjegyzeteket gyűjtögetni, és nem pedig lábjegyzetbe teszi, ahogy a normál esetben kéne. Az azért rendkívül kínos, mert ha mondjuk van egy felsorolás számozás, mondjuk a végén az irodalomjegyzéknél, és a kedves szerző még ott az irodalomjegyzékben még tesz egy darab lábjegyzetet, akkor ez ahelyett, hogy lemenne a legaljára, nem vicc, ebbe belefutottam legutóbb, ahelyett, hogy lemenne a legaljára, gyakorlatilag az irodalomjegyzék közepén megjelenik egy szép szürke sáv lábjegyzetben. És ezt nem fogod tudni kivenni. És ilyenkor van az a megoldás, hogy akkor az irodalomjegyzéket írjam ki, vagy a lábjegyzetet felejtsem el, vagy a lábjegyzetet tegyem át. És hát nyilván ez normál esetben nem okozna túl nagy problémát. Nyilván tudom, hogy a LibreOffice nem egy tördelő program, és nem arra találták ki, hogy tördeljen, még miért a fejlesztő urak a fejemhez vágják teljes joggal. De ha már vannak benne ilyen funkciók, és tudjuk használni, akkor miért ne használnánk ki, és miért ne használnánk jól ki ezeket a lehetőségeket. Így hát ebben az esetben az ember megvárik a lábjegyzettől, és értesíti a szerzőt, hogy ez a lábjegyzet kikerült, vagy fogalmazza át, és tegye át máshová. Igen. Ugye a betűtípusok. Hát erről leginkább Német Lackó tudna sokat beszélni, hogy az a klasszikus cikk, amit ő mindig szokott idézni, a Fonti szoftver. Gyakran hallom én is kritikusan, hogy na jó, oké, megcsinálod a dolgot, a dokumentumot úgy, ahogy kell, de hát a betű. Ugye a betű. Hogy fog kinézni? Ugye Times New Roman? Nem, abban nem tördelünk szöveget, mert az nem arra van. Mi lesz? És akkor az ember felvonultat 200 variánst, és persze a 201. jó, de úgy lenne jó, hogyha ezt azzal, amazzal lehetne ötvözni. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy ma ez nem lehet akadály egy könyv előtt. Tehát, hogyha valakinek szüksége van egy betűtípusra, ahhoz, hogy betördeljen szépen egy könyvet, ezért csak azok, amik hirtelen eszembe jutottak, és a felsorás kedvéért tettem őket csak ide, gyakorlatilag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-féle betűtípus közül lehet választani, ami tutira jó, és biztosan szépen néz ki, és találkoztam már velük könyvekben, élő kiadványokban, tehát ez nem csak asamrütök, és ezeknek a nyílt forráskódú megfelelői. Ez gyakorlatilag nem okozhat gondot, hogyha valaki szeretne egy tisztességes kiadványt. És végül a hivatkozások kezeléséről pár szó. Aki készített már nagyobb ívű dokumentumot, az pontosan tudja, hogy mennyire nehéz a hivatkozásokat kezelni. Az, hogy egységesen használjuk ugyanúgy, hogy szerző, évszám, cím, folyóiratcím, és akkor közte vesző, kettős pont, a folyóiratcímét döntöm, vagy a címnek a címét döntöm, a szerző az kiskapitál, és a vezetékneve, a keresztneve, közévesző, nem kell vesző. Na erre jó például az Otero, amire azért hívom fel mindenkinek a figyelmét, hogyha valaki esetleg LibreOffice-ban kíván valami hosszabb dokumentumot készíteni, ami ez rengeteg hivatkozást kíván felhasználni, hogy ez kitűnően alkalmazható. Szintén többféle platformra elérhető. Én Ubuntu Linux alatt szoktam használni, de hallottam visszajelzést, hogy SUSE alatt nem teljesen problémamentesen használta. Gyakorlatilag egy nagyon egyszerű, könnyen bővíthető, rengeteg hivatkozási stílus tartalmazó szoftverről van szó. Aki korábban mondjuk keresgél az interneten különböző dokumentumokat, dokumentációkat, akár a Magyar Elektrikus Könyvtárról, a Matarkáról, az Open Library projektről, vagy bárhonnan, gyakorlatilag metadatokban tudja letölteni egy adott könyv, dokumentum, folyóiratcikknek a metadatait, ezeket később pedig bármilyen formában ki tudja generálni, az elérhető, ha jól emlékszem, több mint 7000 hivatkozási stílusban. Tehát gyakorlatilag a biológiától, a politikatudományon át egészen az informatikáig minden megtalálható benne. Rendkívülően egyszerűen használható, és megkönnyíti a hivatkozások kezelését. Szóval, ahogy amit mondtam, az ember rákeres az interneten a megfelelő könyvre, akár mondjuk egy egyszerű adatbázisban, mondjuk egy könyvtári katalógusban, lementi magának,
ugye a szoftver tulajdonképpen három részre oszlik, van a bal oldalon, ahol a különböző könyvtárak vannak, mert lehet könyvtáronként csoportosítani, középen található a cím, illetve a típus, oldalt pedig az, hogy hogyan lehet kézzel akár módosítani, bevinni, javítani a hivatkozást. Én magam is készítettem hozzá néhány hivatkozási stílust, amely nem volt meg, így a magyar pedagógiáit, a neveléstudományét, elsősorban azokat a főtökét, amiket én használok és olvasok, illetve még a irodalomtörténeti közleményeknek a hivatkozási stílusát, mert az még egy általánosabban elterjedt szöveg, vagy hivatkozási stílus. Gyakorlatilag a program ugyanúgy ingyenes, ugyanúgy használható, és az a tapasztalatom, hogy ha tudják is a szerzők, hogy létezik a program, ha mindig megy is a nyafogása miatt, hogy hogyan kell hivatkozni, miért nem úgy kell hivatkozni, én így szoktam meg, egyszerűen nem hajlandóak használni. Pedig lehetne, kellene, és egy doktori disszertációnál nem fordulna elő az, hogy az ember, amikor a szövegközi hivatkozásba elkezdi keresni a legkülönbözőbb szakirodalmakat, egyszerűen a végén nem találja meg, nincs feloldva az egész, mert nyilván a szerző írta, és a végén elfejtette leírni. És ilyenkor van az, hogy amikor a könyv, vagy amikor a disszertáció mondjuk könyvformátumban nagy közönség elé kerül, akkor rengeteg utánajárás mire előderítjük, de akár ez folyóiratcikkeknél is előfordult. Én magam is rendszeresen szoktam keresgélni szakirodalmat a szerzők helyett, mert nem rakták be, nem jól rakták be, illetve pontatlanul használták a hivatkozást. És szerintem belefért az időbe, hogy köszönöm a figyelmet.